Sziasztok! Egy perces kalandpályák! Yeah! Hát akkor nem is tudom, milyen bevezetőt mondhatnék még. Kezdjük az első pályával, amit Koala Fighter és Ruben készített. A pálya címe pedig Pokoli Futás. És meg nem készítettem elő a stoppert. De gáz! Újra itt vagyok, most már elő van készítve a stopper is, és el is indítom, mert van a pálya mellett egy TXT, azt is gyorsan átnézzük. Akkor start. Tehát a TXT fájlban leírja, hogy hányos verzió, van rajta visszaszámláló, és ha egy perc alatt nem teljesítem a feladatokat, akkor meghalok, és újra be kell rakni a pályát. Hát azt nem biztos, hogy bevállalom. Ne csaljak, ne üssek ki bokkokat, game rule-okat, ne piszkáljam, nem is jutott eszembe. Arra ébredtél, hogy a házad nem a megszokott helyén állt, hanem a pokolban volt. Minél hamarabb ki kell jutnod a pokolból. Jó, akkor lássuk. Aha, és ugraljak végig. És én elmegyek a kövek mellett. Igen, és most hová? Éreztem. Ha, szerintem én rossz helyen vagyok. Aha, jó, közben el is járt. Jó, hát az van, hogy nem a helyén vagyok. Vagy rossz helyen vagyok, szerintem ide bent teszik le. Aha. Hát igen. Jaj. Na jó, adunk neki egy esélyt. Nem biztos, hogy innen kell indulni. De most komolyan, itt mi van? Egy pont ellenkező irányba jövök, de kívülről sincs gomb. Vagy nem a házból indulok, hanem a ház mellől. Jó, azt még megpróbálom. Tehát ez így eléggé, hogy is szokták mondani, fél. Végre hazaértem. Aha, nem. Vagy mégse. Értem, akkor végigvittem a mapot, meg egy liter water. Az tök jó, csak az eleje sincsen meg. Tehát én pont a végét találtam meg ezek szerint. Nyomulnak a lépve, kezdődik a játék. Erre. Jó, adunk neki még egy esélyt, de igazából. Sátán, a Lucifer pusztjavusa. Eddig 660 ember bukott el ezen a próbán. Hey. Igazából nagyon nem örülök neki, hogy... Ajjajjaj. Nem figyeltek oda a kezdőhelyre. Pedig nem olyan nehéz, ott lépsz ki, ahol a játékos kezdjen. Hogy az XP-a... Visszaszámlálok. Végre hazaértem, vagy mégse? Aha, jó. Akkor végül is csak megcsináltam a pályát. Hát a visszaszámláló szerint egy percen belül volt, úgyhogy egész jó lenne ez a pálya, hogyha működne a kezdőhely. Tehát ez az egyetlen hibája. Következő. A következő pályát Transfan készítette, és az a cím, hogy életcél. Nagyon érdekesen hangzik. Akkor start. Keresd meg Csabát, üzenete van számodra. Jaj. Mondtam, mi néz belém? De szerencsére legalább nem kerültem börtönbe. Kovács Józsi, erős várom, istenünk is oda. Nincs senki, Csaba. Csaba. Eladó, oké. Korbej Csaba. Én vagyok te. Meg kell keresnem Vidment, és be kell költöznem mellé. Azt hiszem Vidment is erre írta. Itt is van. Bázisugró katicabogár. Hehehe. Te lettél a bázisugró katicabogár. Készítette Transfon. Jó, hát ez tényleg belefért végülis az egy percre, de egy munkat nem értettem a történetből. Addig még oké, hogy keressek meg egy Csabát, de... Akkor költözzek be, de aztán...
Na jó, ez nagyon közökusza volt. A következő pályát Csani készítette, és az a cím, hogy Csobusának egy percesbe. Akkor start, szia Csobusa, szabály, ne törj, ne rak le blokkot, ha játsz könnyűn is Game Mode 2-ben. Most normál volt, igen. Most már nem. A töltet ládában van. Teknős fej, teknős páncélzat, láb, lábfej. Így gyorsabb. És a nincs csak kapkodott. Történetek a ládában. Történet, te egy teknős vagy, aki egy kicsi kinőtt akváriumban él, gazdád egy boszorkány, aki kísérlet miatt akkor lett, mint te. Feladat mászki akváriumban és adj ellenszert a gazdádnak. Jaj, de aranyos történet. Mi van itt? Ajánlom a kvarc helyről való kimászást. Aha. Ez a víz, ez nagyon lassít. Nem lesz, hanem az. Még pár másodperc van. És eddig jutottam. Pedig rövid pálya, de hát. Itt barrier van, lehet. Én biztos a gazdám, mert egy bosszorkány, és itt is bar... Megtámadott a gazdám! Azt mondja, segíts Csabutek, csak dob rám az ellenszert. Ha megtetted, akkor köszi, hogy teljesítetted a pályát. Teknősétel. Itt van cukor. Bosszik könyve. Hát ez hosszabb lett, mint egy perc. Mármint, hogy a pálya nem fér bele az egy percben, nem csak azért, mert én bénáztam. Bosszik könyve, 10. óra ellenszérum készítése. A rossz per méreg anyaghoz adjon egy darab cukrot. Hú, hát ez könnyű. A kicsinyülést okozó szert ebbe az üvegbe rakd a hozzávalót, hogy írt a könyv. Aha. Jó, most így világos. Lámpa. Kicsinyülést okozó szert. Össze. Megmentettem a gazdámat. A következő pályát elfejtettem, igen. Winkir 222 készítette, és az a cím, hogy ne foglalkozz a nevével. Hát majd nem kérdőjel, én kérdezve mondtam, ne foglalkozz a nevével. Fura cím. Akkor start. Szia Csabusa, szabály, ne foglalkozz vele. Sies. Készíted a Winkir? Jaj, ugorj. Ó, leugrottam. Úgyhogy ugorjuk ezzel. Ez oké, az poén eddig, hogy így elteleportál, mert hogy sietni kell. De viccesebb lenne, nem csak parkour lenne. És most? Itt éljem le vidám életemet a falusiakkal. Hát semmi, gondolom. Ennyi. Nem látok semmi táblát vagy jelzést, hogy na ide gyere. Úgyhogy... Honnan jöttem? Ott is csak egy tábla volt. És mondod semmit. De vissza nem találok oda. Vagy mégis. Köszönöm, kivitted. Vagy végigvitted. Jó, hát ez olyan... De nehéz mondani, ez olyan. A mai utolsó pályát, Tuku 26. Tuku 26, igen, készítette, és az a címe, hogy miniszivacs. Hát nem tudom, hogy ennek most örüljek, vagy nem, egy kicsit tartok tőle, remélem nem ilyen szivacs másolat. Jó, kezdjük. Információk. Jó, szabályok. Ugyanaz, mint a szivacs pályákon, oké, csak itt, csak ez a miniszivacs, na.
megnézted a régi szivacspályádat, mert szívni akartál, és észrevetted, hogy összement, mindenben van állítva. Első gomb, ronda vagy. Ötödik gomb. Tönkretettek, na meg a pályák is, pályát is. Minecraft 1.8, link, remélem nem baj, hogy csak demo. 13. gomb. Itt tényleg összement ugyanaz. Válaszutat. Leesek. Jó, leestem, igen. Csak ha nem megy. Tényleg ilyen béna, nagyon segítek. Hó. Egy pillanatra megjelenik. Kicsit több, mint egy pillanat, de... Jaj! Lehet, hogy meghaladja a képességeimet. Vagy itt barrier? Barrier. Arany, de jó, ez tetszik. Jó, az viszont nem tetszik, hogy ilyen béna vagyok. Jó. Kedves vagyok, nyomd meg és meglátod. Megnyomtam. Ja, nem szóltam, hogy de valahogy a beremben tarthattam, amikor lejárt. És tényleg barrier van végig, mi? Oké. Melyik gomba... Jó. Hát, hogy látom ezt? De kíváncsi vagyok a többire is. Minek olvasol el, csak húzom az időt. Jó. Sikeresen megnyomtad a szivacs gombot, és átmentél a varázs izé-bizé vosajtón, és viszont nagyítottad a pályát. Vége. Kreditek. Készített tuku, készítési idő. Remélem tetszett. YouTube csatorna. Nincs tesztelve, hát ez nagyon jó. Na jó, mégis, ja. És vizes szivacsok. Igen. Meg száraz szivacsok. És szivacskard. Jó. Voltak bennetetek. A mai pályák azok jellemzően nem fértek bele egy percre, ugye? Az a poklos, amikor a pokolba kell szaladni, az igen. Miért, mik voltak? Meg kell néznem. Az belefért volna, az egész jó is lett volna, ha nem lett volna elrontva a kezdőhely. Most nézem a címüket és egyáltalán nem tudom, Csabusának egy percesben, meg egy perces Csabusának, és nem tudom mi volt. Egyszer kell nézem a videót. Igen, ugye volt kettő, aminek egyáltalán nem értettem a történetét, tehát olyan keszekusza volt. A technikus is azt tetszett, a története, ott nem tudom, végletette volna írni rajta egy perc alatt. Mindegy, de jó volt a története. Poén volt. Ez a szivacs is egyébként kreatív összement a szivacspálya. És ja, lehet örülni, megszivatott engem a pálya, ho-ho. Jó. A kézikönyv olyan.